Szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket most így formálisan is a mai zengyakorlat elején, és recitáljuk el közösen 7-szer az Om Nam mantrát, ami a univerzum a maga tisztaságában. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Elhangzott az, hogy az univerzum a maga tisztaságában. Miért szeretnénk, hogy tiszta legyen az univerzum? Illetőleg mitől lesz tiszta az az univerzum? Hogyha körülnézel, akkor az univerzum az valójában se nem piszkos, se nem tiszta. Akkor lesz valami tiszta vagy piszkos, hogyha te azzá teszed. És ha te az mi mindannyian. Az elménk úgy működik, hogy mindig ellentét párokat teremt. Jót, rosszat, helyest, helytelent, boldogat, szomorút, piszkost, tisztát. És mindenhez így viszonyulunk. Ez néha jó, de néha problémákat okoz nekünk. Úgyhogy a zen gyakorlat arról szól, hogy különböző technikákat alkalmazunk arra, hogy ezt az elme működést egy pillanatra leállítsuk. Erre van az a mantra, például, amit most énekeltünk, vagy erre van az a zen tanító eszköz, amikor a tanító megfogja a zenbotot, és ezt csinálja vele. Abban néhány másodpercben, amikor hallod ezt az ütést, akkor nem gondolkodtál. Tehát abban a pillanatban nem volt tiszta, meg nem volt piszkos. Nem volt boldogság, meg szenvedés. És ez a célja a meditációs gyakorlatnak először, hogy ennek a tapasztalata meglegyen, és aztán ezt a tapasztalatot az életedben ki tud tágítani. És aztán az a kérdés, hogy ha ez valamilyen szinten megvan, akkor hogyan tovább? Én azt látom sokszor, meg a kérdésekből is azt tapasztalom zen gyakorlóknál, hogy igen, meditálok, még valamiféle tapasztalatot is sok mindenki megszerez, de aztán valahol elvész a dologban, hogy most akkor jó, meditáltam, de még mindig rosszul vagyok, vagy még mindig vannak problémáim, pedig vágyom arra, hogy jobban legyek. Általában senki nem jó kedvéből jön ücsörögni 7x50 percet egy elvonulásra mondjuk. De akár csak egy délutánt leülni, meditálni, hanem azért, mert valami idehoz titeket. És ez jó. Mert aki még nem szenved, az majd fog egyszer szenvedni. És akkor nem biztos, hogy olyan megoldásmódot talál a szenvedés csökkentésére, ami hosszú távon sikeres. Mert mondjuk például elkezd inni. Tehát ehhez képest sokkal jobb, ha meditálni jön az ember. Na de ha meditálni jött, akkor hogyan tovább? Tehát elkezdted a gyakorlatot, elkezded a tudatosságot művelni, hogy minél nagyobb tér legyen a tudatodban, és akkor utána ott a kérdés, hogy mit csinálsz a problémáiddal. Ezért tanítjuk a Koan interjún azt a sokféle paradox kérdést, amit ma is fogunk gyakorolni, hogy bejössz és mondjuk megkérdezi tőled a tanító, hogy mi a zenbot buddha természete, mi a zenbot lényege.
Vagy megkérdezhetném azt is, hogy ez egy csukpi, mi a csukpi lényege? Akkor ezen lehet gondolkodni, hogy Úristen, a csukpi lényege? Vagy mondhatod, hogy új, hát csukpi, de hogy most ez egy rossz csukpi? Vagy egy jó csukpi? Vagy most ezt szeretem, azt sem tudom, mi a csukpi, stb. Tehát egy csomó gondolati dolog elindulhat. De aztán ezekre van egy nagyon egyszerű válasz. Nagyon egyszerű tapasztalati válasz, hogy mi az embot lényege, mi a csukpi lényege, mi a moktak lényege, mi az óra lényege. Ilyen kérdéseket kaphattok az interjún. És akkor mész át ezeken a kérdéseken, hogyha csak látsz tisztán, egyszerűen, hogy mi a csukpi, mi a zenbot, mi az óra. Hogyan kapcsolódsz ezekhez a tárgyakhoz tisztán és egyszerűen. Anélkül, hogy túlgondolnád, hogy ez jó, rossz, stb. Most miért fontos ez? Ez azért fontos, mert ezek még viszonylag egyszerű kérdések. Itt van látszólag rajtunk kívül a zenbot, meg az óra, és elkezdhetjük gyakorolni vele ezt a fajta egyszerű tudatosságot, hogy csak látod a zenbotot, meg az órát. És hogyha ez megvan, akkor lehet tovább mozdulni. Mi okozza a szenvedést? Általában nem a zenbot, meg a csukpi, kivéve ha megütnek vele, hanem valami belső gondolkodási minta. Vagy valami olyan minta, ami nem is csak gondolkodási minta, hanem egy olyan erő, ami meghatározza az életedet. Tehát, hogy egy helyzetben mindig valahogy reagálsz, és akkor ez szenvedést okoz neked is, meg a másik embernek is. Akkor ezt hogy törjük meg? A metódus, illetve ennek a technikája ugyanaz, mint ahogyan dolgozol a Cohen interjún a bottal, meg a csukpival, meg az órával, meg a kérdésekkel. Tehát, hogy megpróbálod csak látni. Tehát az az éberség, amit a meditációban ki tudsz fejleszteni, hogy légzéstudatosság, hogy van egy egyenes tartásod, hogy tudsz a tantienedre fókuszálni, tehát leviszed a fejedből az energiát, meg innen a torok régióból, meg a mellkasi régióból, és ide fókuszálod, és egy ilyen tiszta jelenlétet hozol létre. Ez ad ahhoz egy biztos talajt, hogy akkor rá tudj nézni arra, hogy mi történik benned. Mondok egy példa, szituációt. Mondjuk képzeljünk el egy házas párt, ahol olyan a kapcsolati dinamika, hogy hazajön a férj, mondjuk ez már tegyük föl 10-20 év házasság után, hazajön a férj, ott van a feleség, és hát a feleség az ugye várná, hogy majd beszélgetnek, de ehhez képest férj hazajön, jaj, asszony, fáradt vagyok, valamit eszek, és aztán elmegy tévézni. És, vagy elmegy bütykölni a kis szerszámaival a sufniba. És akkor a feleség frusztrálódik, hogy hát itt volt annyi mindent mondanék, de elmegy ez az ember. Tévézik, vagy bütyköl. És mi történik ilyenkor? Hát ugye nem meglepő, ez tart x hónapig, évig, és egyszer csak iszonyatosan ideges lesz már, és frusztrált az asszony. Hazajön a férj, és akkor már látja, hogy jön haza már megint olyan, amilyen már látom az arcából, hogy megint nem fog velem foglalkozni. És akkor ott van, hogy hát mi lehet egy reakció? Reagálhat úgy a feleség egy idő után, hogy iszonyatosan leordítja a fejét a férjének, hogy te lusta, elmész tévézni, hát milyen vagy te? És elindul egy rossz kör. Hazajön a Már fél, amikor jön haza a férj, hogy na már megint balhé lesz, az asszony megint sárkány. Mit fog akarni? Egyre jobban elmenni tévézni, vagy bütykölni. Vagy későn hazajönni, vagy inkább elmenni inni a barátokkal. Az asszony meg, hát ugye látja, hogy egyre inkább menekül a férfi, egyre inkább mondja, hogy milyen vagy. És akkor mi történt? Az érzelmek az egész szituációt elvitték a pokol felé. Így jön létre az otthoni pokol. Valójában nem találkozik a két ember, nem hallgatjuk meg egymást, és akkor egyszer csak ott vagyunk, hogy hoppá, ott van ez az ember, akivel 20 évig éltem együtt, és full idegen, és elmenekülnék tőle Amerikába.
és akkor jön a csúnya válás, és stb. Vagy pszichoszomatikus betegségek, és akkor valami jó kis meghalási mód. Szóval hol van ebből a kiút? Ugye az a probléma, hogy az érzelmeket ez a két ember nem igazán látta át. Az érzelem alapesetben nem is akarja, hogy átlássák, hanem ez egy ösztönös erő. Azért vannak az érzelmeink, például ilyen alapérzelmek, hogy harag vagy öröm, hogy egyszerűen legyen valami muníció, valami erő a cselekvésünk mögött. Tehát cselekvésre indukál. Vagy egy eltávolodásra, harcra, vagy egy közeledésre és vágyra, és hú, ezt szeretem. De valójában nem érezzük meg, hanem csak cselekszünk impulzíven. És akkor így nincsen tér a behatás és a cselekvés között, hanem jön a behatás, és rögtön reagálok. Csak ezzel ugye az a baj, hogy a rögtön reagálás az sokszor ezek szerint az ösztönös, vagy pedig a megtanult rossz minták szerint történik. És lehet, hogy egy autentikus, egy hiteles reakció, csak láttuk a példában, hogy tönkrement a házasság tőle. Úgyhogy mondjuk, ha az asszony eljön és elkezdent gyakorolni, de persze nem muszáj az asszonynak lennie, lehet a férj is. Szóval ezt itt ne vegyétek, hogy most akkor csak nőknek lehet, vagy csak férfiaknak, ez mindenkire érvényes. Tehát mit tud csinálni? De azt tudja csinálni, hogy na, akkor ezt a tudatosságot elmélyíti, hogy jó, most 12-szer nagyon rosszul sikerült ez a találkozó a férjemmel, vagy 12-szer nagyon rosszul sikerült a találkozó a feleségemmel. Mi van e mögött? Na, lemélyíti a légzését, van egy jó kis tantien tudatosság, vagy egy mantra, ami megtartja, és akkor nézzük meg, hogy mi van, amikor hazajön a férjem. Hát az van, hogy iszonyatosan mérges leszek rá. Nagyon-nagyon-nagyon mérges vagyok rá. Akkor tudatosítom az érzelmet, hogy haragszom rá, mérges vagyok, utálom, nem azt csinálja, amit szeretnék. Akkor mi van még, hogyha ezt a meditációban dolgozol egy ilyennel, akkor meg kell nézni, hogy az érzéshez milyen testi érzet tartozik. Az érzelem nem véletlenül érzelem nevet viseli, mert érezzük, általában a testben is érezzük. Torokba összeszorul valami, mellkasba összeszorul valami, a hátunk elkezd fájni. Tehát keresd meg, hogy az, ami van benned, az milyen testi érzettel társul. Testi érzetekkel is meditációban nagyon jól lehet dolgozni. Tehát, hogy beleérzel. Általában nem érezzük meg, hanem futunk a karmánk után. De ennek a leülésnek ez is a lényege, hogy leülsz, és beleérzel, hogy na mi van itt. Mi az érzelem, mik az érzelmek, és milyen testi érzet tartozik hozzájuk. És akkor mondjuk eljuthat ez az asszony oda, hogy haragszom, miért haragszom? Mert nem csinálja azt, amit szeretnék. Mit szeretnék valójában? Hát azt szeretném, hogy kapcsolódjunk. Azt szeretném, hogy meghallgasson. De én csak ehhez képest csak azt látom, hogy elmegy a sufniba, vagy tévézik. És akkor azt szeretném, én is meg szeretném hallgatni, de hát nem találkozunk. És akkor eljuthat oda, hogy a haragom mögött az van, hogy szeretném, ha meghallgatnánk egymást. Szeretném, hogyha a férjem lenne, én meg a felesége lehetnék. Tehát, hogy két ember rendesen kapcsolódna. Valójában ezt szeretném. Azt szeretném, hogy elfogadjon és szeressen a férjem. Ez egy egészen másik játék már, mint hogy haragszom arra a rohadékra. Hanem a végső soron a belső vágyam az, hogy elfogadjon, szeressen, törődjön velem. És nyilván én is szeretném ezt megadni neki, ha engedné. És ez van mögötte. Akkor tudatosítottam, hogy miért haragszom. És akkor ebből utána máshogy lehet viszonyulni ahhoz a másik emberhez. Tehát például meg tudod úgy változtatni a viselkedésedet, hogy hazajön az a másik, már gyomorgörcsel, mert tudja, hogy már oldibálás jön, már menne a tévé felé, és akkor megmondod neki egy teljesen más reakciót adva, mint eddig volt, hogy hát figyelj, tiha miért? Üljünk le egy kicsit beszélgetni. Tiha miért nyilván meg fog ijedni, hogy... De lehet, hogy le fog ülni beszélgetni.
És akkor egy egészen más tónusban meg lehet a tihamérnek mondani, hogy hát tihamér. Hát én úgy érzem, hogy már nem élünk együtt. Hogy nem hallgatsz meg. Úgy szeretném, hogyha egy kicsit tudnánk beszélgetni. Olyan magányosnak érzem magam. Olyan elveszett vagyok így nélküled. Pedig 15 évvel ezelőtt annyira jó volt veled a parkba sétálni. Ha ilyet mondasz, akkor a tihamér is visszaemlékezik rá, hogy hát tényleg 15 évvel ezelőtt a park. Aha, hát tényleg milyen aranyos kislány voltál, vagy lányka voltál. És akkor egész más, kapcsolódik a két ember. Hát valójában nem volt egymással problémájuk, hanem valahogy úgy viselkedtek, hogy nem voltak tudatosak. De ha megváltozik belül a hozzáállás, megváltozik a kapcsolat is. És akkor ez egy példa arra, hogy hogyan tudod a tudatosságot használni. Tehát, hogy miért jó az, hogy bejövünk ide. Ha van nagyobb belső tered, van nagyobb éberséged, akkor bármilyen nehéz helyzet jön az életbe, le tudsz ülni, és szemügyre tudod venni. Itt két alapfeltétel van. Az egyik az ítéletmentesség. Ezért gyakoroljuk ezt, hogy... és akkor ez nem jó, nem rossz, ez pont ilyen, hogy amikor meglátom a haragom, vagy meglátom a belső problémáim, akkor ne az legyen az első reakció, hogy elmenekülök előre, vagy valami pótcselekvést csinálok, hogy ne érezzem, vagy túlkompenzálom esetleg. Hanem lássam meg olyannak, amilyen. Aztán van még egy lépés. Ezért énekeljük olyan sokszor a nagy együttérzés dáranét, meg a kvanszeombószát, hogy legyen bennünk együttérzés, és ne csak a másik ember felé, hanem magunk felé is. Mert általában még egy olyan reakció van, amikor mondjuk haragszom a másik emberre, vagy gonosz vagyok vele, vagy stb. Stb., hogy magamat is elítélem, hogy miért vagyok én ilyen, miért haragszom. És akkor megint nincs megoldás, mert akkor haragszom is, és még ostorozom is magam, hogy miért haragszok. Itt a megoldás az, hogy látom a haragomat, látom a neheztelésemet, nem ítélem meg, együtt érzek magammal is, hogy igen, ez szabad, hogy legyen, valamiért létrejött. Nagyon fontos, hogy az érzések, érzelmek megjelenése az nem akaratlagos. Nincs akaratlagos kontroll alatt. Az van akaratlagos kontroll alatt, hogy mit csinálok az érzelmemmel. Szóval együtt érzek, látom magammal is, hogy igen, haragszom, és akkor jön az, amit mondtam, hogy megnézem testérzet, mi van mögötte. És akkor tudom meglátni, hogy mi van az érzelmeim mögött, hogyha nem ítélem el magam értük. Úgyhogy ez ennek az egész gyakorlásnak, amit csinálunk, az alkalmazása az életedben, magadban, és persze mások felé is. Nagyon nehéz gyakorlat. Iszonyatosan nehéz gyakorlat. De tudunk egymásnak segíteni. Tehát például, ha ti itt együtt gyakoroltok, akkor mindenki ezt az utat járja. Természetesen lehetnek abban különbségek, hogy éppen ki hol tart. Viszont tudtok egymásnak segíteni. Tudtok egymásnak tükröt tartani. Úgyhogy ez az, amiért szangában jó lenni. Hogy segítsünk egymásnak, hogy mutassunk egymásnak utat, hogy támogassuk egymást ebben is, a külső és belső tudatosságban. Úgyhogy hát örülök, hogy ezt itt járjátok együtt, ezt az utat, és kívánom, hogy járjátok tovább. Úgyhogy bevezetőnek talán ennyi elég is, és akkor ha van bármilyen kérdés, azt akkor nagyon szívesen várom. Én még igazából nem jöttem rá, hogy miből ered a változástól való félelem, ha lehet félelemnek, nyilván mindenki máshogy éli meg. Uh-huh. Én még most félelemnek érem meg, és ennek nem jöttem rá az eredetére. Uh-huh. Ebben szeretnék segítséget. Mondasz egy példát, hogy ez miben okoz neked különösen elakadást? Én szeretem a megszokásaimat élni igazából, és bármilyen új dolog megélése, az eleinte tud kellemetlenséget okozni, viszont látom sokszor ennek a hozamát is.
Tehát, hogy nem, tudom, hogy nem kéne ettől félni, de valamiért ez bennem van milyen, hogy mindig, amikor új dologba kezdek, akkor ez nehéz az első lépésnek tenni. Tehát nehéz változni, de szeretnél. Tehát ez érdekes, ez már is egy paradoxon. Nincs ellenemre, igen, Aha. de az első lépés, vagy az ismeretlennek a fogalma, az mindig ilyen érdekes utakat mutat. Tehát van benned egy paradox viszonyulás, mert egyrészt biztonságot ad a változatlanság meg a megszokás, de hogyha ez teljesen jó lenne neked, akkor nem akarnál újulni. Akkor az van, hogy happy, wellness, fölteszem a lábam és kész. De valami tovább is ülök. Ez egy jó kis belső kettősség. Ez egyfelől jó, mert ez az életet hajtó ereje. Ebben működik az az energia, ami nélkül egyébként nem tudunk élni. Mert ha láttok olyan embereket, vagy látsz olyan embert, akiben éppen ez valamiért gátolt ez a változásbeli energia, az általában valamilyen depresszióban szenved, és akkor befekszik az ágyába, és ez egy rossz állapot. Úgyhogy hát itt érdemes abban a tudatosságot fokozni, hogy mit érzel akkor, amikor egy új dolgot elkezd el. És kicsiben elkezdheted gyakorolni azt, hogy kilépsz a komfortzónádból. Először válasz gyakorlásnak olyan dolgokat, ami nem olyan nagyon veszélyes, de kilépsz a komfortzónából. Ezt te tudod, hogy neked mi az, mert lehet, hogy valakinek az, hogy elmegy bungee jumpingolni, valakinek lehet, hogy az, hogy a Tesco helyett a Lidl-be megy. Nyilván ez mindenkinek más lehet. Viszont ugye miért jó ez? Azért jó ez, mert hogyha valami újat csinálsz, vagy kicsit kilépsz a komfortzónából, akkor mindig jön az a reakció, mindaz a reakció, amit ilyen helyzetre adsz egyébként. Ugyanez van a koan interjún is. Eljössz koan interjúzni, az egy komfortzónából való kilépés, mert be kell oda jönni négy szem közt egy ilyen ruhába fölöltözött, ráadásul bottal rendelkező emberhez, amivel lehet ütni is, és akkor ott ilyen kérdéseket fölteszünk, hogy miért fogadta el Jojo az egyik remete válaszát, a másikat pedig nem. És akkor van egy ilyen kellemetlen vizsga jellege is, pedig nem az. És akkor tehát van egy ilyen kis stressz interjú része. Ez is arra jó, hogy tudod magad közben megfigyelni, vagy utána, hogy reagáltam. Lefagytam? Túl gondoltam? Agresszív voltam esetleg? Nagyon sokféle reakció lehet. És akkor ezt tudatosítod, és újra visszajössz, és legyőzöd magadba azt a gátat, hogy ne akar még egyszer koan interjúra jönni. Ez most csak egy példa. És mi történik olyankor, amikor sikerélményed van? A sikerélmény az olyan hormonális változást okoz a bennünk, az agyunkba, ami megerősítő jellegű. Tehát minél több sikered van az ilyen komfortzónából kilépéssel, annál jobban fog menni. Minden ilyennél működik az az elv, amit már a Bibliában megtalálsz Jézus Krisztustól, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ez egy kegyetlenségnek tűnik először, ha meghallod ezt a mondatot, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok mindenben így működik az élet. Tehát, hogyha én elkezdek valamiben változni, és siker élményem van, akkor az a siker élmény növeli a belső képességeimet, adott esetben exponenciálisan. És a sikeres még sikeresebb lesz. És a fordítottja is igaz, ha a rossz körbe kerülök, negatív spirálba, egyre nagyobb a szégyenem, egyre jobban ostorozom magam, mert mondjuk nem tudok változni, mert mondjuk félek az újtól, akkor egyre jobban fogok félni, és egyre inkább bajom lesz. Először csak a városból nem merek már kimenni, aztán a kerületből, aztán az utcából, aztán a lakásból se. És akkor elmélyülhet egy súlyos szorongássá vagy depresszióvá. Úgyhogy ez lenne itt a fontos, hogy legyen meg egy szilárd középpont, mert ez egy első lépés, és akkor abból tudatosan lépj az új felé. Tanuld meg a spektrumnak a másik végét. Mert a két véglet van,
ezen a spektrumon, amit említettél, a végletes biztonságakarás, és a másik a végletes szabadság iránti vágy. Hogy mindig legyen új, mindig legyen valami. Ez két, egyébként két karakter is tartozik ehhez. A végletes biztonságvágyhoz egy kényszeres karakter. Minden legyen úgy, ahogy a könyvben le van írva. Minden legyen úgy, ahogy meg szoktam csinálni. Először fölkelek, pisilek, fogat mosok. De ha először mosok fogat, és aztán pisilek, az már nem jó. Hát ez a kényszeresség. A másik oldalon mi van? Egy hisztérikusság. Az mindig semmi, ne legyen semmi korlát, öltözünk színesen, minden nap legyen másik partnerem, ide menjek, oda menjek, bungee jumpingoljak, repüljek, stb. Stb. Látjuk, mind a két végletnek meg vannak a sajátos problémái. De ha középen vagy, akkor kicsit ezt is tudod, kicsit azt is tudod. És látod, hogy mikor, mire van szükség. De ha úgy érzed, hogy a spektrumnak inkább ezen a végén vagy, akkor érdemes mozdulni annyit, hogy legalább középen legyél. Nagyon szívesen. Nekem van olyan kérdésem, hogy van egyfajta belső figyelem, mikor magunkra figyelünk, meg van egyfajta külső figyelem, és én tapasztalom magamban azt, hogy valamikor az a belső figyelem elnyomja azt a részt, hogy nem tudok annyira kifelé figyelni, például ha valakivel beszélgetek, nem tudom visszamondani, illetve nem, nincs meg az a figyelem is. Nem tudom, hogy ez miből fakad, illetve mi tudnák tenni vagy javítani ez ügyben. Nagyon jó a kérdés. Külső és belső figyelem jó esetben tudod oda fejleszteni a tudatosságot, hogy a külső és a belső eltűnjön. Tehát csak maradjon meg a figyelem. Többféle gátja lehet annak, hogy mondjuk kifelé, a másik ember felé miért nem tudunk figyelni. Lehet olyan egyszerű is, hogy mondjuk fáradtak vagyunk. Tehát lehet ilyen is. A másik pedig az, ami szintén gyakori, hogy olyan szinten elfoglal az, ami benned van, annyira leköti a reakciód, vagy a problémáid, a figyelmedet, hogy egyszerűen nem veszed észre a másik embert. Tehát ennek is lehet többféle fajtája, vagy azzal vagy elfoglalva, amilyen reakciót belőled a másik ember kivált. Tehát mondjuk szembe jön valaki, és iszonyatosan ellenszembes. De muszáj vele valamit kapcsolatba lenni, de egyszerűen azt érzed, hogy én most innen kimenekülnék, és ezt nem tudod kellőképpen zsebre tenni, akkor baj. Másik, hogyha az életednek a problémáival vagy annyira elfoglalva, hogy nem figyeltem be a gázszámlát, nem mentem el vásárolni, úristen a feleségem, úristen a gyerekeim, stb. Stb. Megint nem látod meg a másik embert. Erre meg az a jó, amit szintén itt ugye mindig tanítunk, hogy a padló barna, a fal az ilyen fehéres-sárgás, a fűtőtest fehér, hogy mindig tudatosan tér vissza ehhez az észleléshez, csak az észleléshez. Például jól lehet ezt gyakorolni úgy, amikor vezetsz, vagy sétálsz az utcán, hogy próbálj meg megmaradni annál, hogy csak látom a dolgokat, csak észlelem. És ez bizonyos szempontból le is köti a figyelmedet a tárgyakra. Ezért csináljuk meditációban is azt, hogy félig nyitott szemmel meditálunk, és benne vagyunk a térben. Tehát a zen meditáció az nem ilyen utazgatós, álmodozós valami. Ez is ezt segíti, hogy mint egy horgonyként használod a valóságot. Tehát próbálj meg minél többet azzal gyakorolni, hogy csak a jelen pillanatban vagyok a körülöttem lévő tárgyak által. És ha ezt sokat gyakorolod a tárgyakkal, akik ugye nem beszélnek vissza, vagy kisállatokkal, akkor egyre jobban fog menni a magas iskola is, amikor a visszabeszélős, visszareagálós helyzetben kell tudatosnak lenni. Akkor jó esetben egyébként elérhető egy olyan állapot, hogyha elég jól megdolgoztad magad, hogy mondja neked a másik, és te magadat teljesen félre tudod tenni. Tehát egy tiszta tükörként tudod hallgatni azt, amit mond, és megfigyelni azt, amit érez.
ez a zen meditációnak, mondjuk a sokáig elvitt zen meditációnak egy áldásos hatása lehet, hogy félre tudom tenni magam, és odafigyelek a másikra. És akkor nagyon érdekes, mert annyi minden kiderül, amire egyébként nem is gondolnál, de ha tiszta tükör vagy, és az megérzéseidet használod, akkor nem csak azt hallod, amit mond, hanem ugye látod, hogy néz ki, mit csinál a szemével, milyen benyomást kelt, milyen energetikája van. És egy egészen más reakció lehet, többet látsz belőle. És akkor még ebben segíthetsz, hogy tudatosan próbálsz vele lenni. Tehát mondja, 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 és akkor úgy figyelsz rá, hogy igen, most csak ez van, megfigyelem, amit mond. Mert egyébként meg még mi szokott történni, mond valaki valamit, és akkor én már azon gondolkozom, hogy mit reagálnék rá. Nem kell ennyire előre rohanni. Tehát nyugodtan adjunk időt arra, hogy mondja el. És akkor utána majd reagálunk. Tehát először legyen meg csak az észlelés, hogy elmondja, hogy, és akkor nem döntöm még el róla, hogy ez tetszik vagy nem, hanem próbálom megragadni a velejét, hogy mit is mond ez az ember. És ez gyógyító hatású lesz egyébként. Mert miért lesz gyógyító hatású? Mert ideje figyelem a különféle családi, csoportos, párkapcsolati helyzeteket, és azt látom, hogy tisztelet a kivételnek, de a legtöbbször nem hallgatjuk meg egymást. Mint ahogy abban a példában is volt, amit elmondtam az elején, nem hallgatjuk meg egymást, hanem jön akár egy családi összejövetel, és akkor az arról szól, hogy mindenki elmondja a maga izéjét, karmáját. Oda kirakja az asztalra, hogy én velem ez van, tessék engem sajnálni. És akkor a másik, amikor az mondja, az már azon gondolkozik, hogy én hogy mondhatnám el a dolgomat. Ehhez képest egy nagy váltás, hogy akkor egyszer csak megfigyeled, és akkor visszatükrözöd. Legalább az, hogy megértettem. Igen, veled voltam. És akkor azt fogja érezni az a másik, hogy hát ez a Feri, hú, ezzel még fogok beszélgetni. Ez meghallgatott. Tehát ez egy olyan katartikus élmény egyébként, amikor valaki egyszer meghallgat, hogy egy csomó mindenki ebből él. Pszichológusok, meg kócsok, meg ezért. Meg 20 000 vagy 30 000 forint, és meghallgatott. De amúgy ingyen is meg lehet hallgatni a másikat. És akkor azt érzed, hogy csak ezzel óvatosan, mert az egész Békés Csaba hozzá fog járni utána. Hogy ezért, tehát egy idő után muszáj lesz 20 000 forintot kérned érte. De hogy ez? Tehát ez is egy olyan dolog, hogy érdemes ezt egy ilyen gyakorlatként akkor elvégezni, hogy legközelebb, amikor ilyen van, szépen félreteszed magad, keres valami olyan jelenséget a másikon, amire tudsz figyelni, hogy milyen színű a ruhája, milyen színű a feje, vagy milyen a haja, vagy stb. Bármi. Tehát valamit ilyen valóság alapút figyelj meg, és aztán csak hallgass oda, hogy mit mond, és akkor lehet akár egy olyan olyat visszaválaszolni neki, hogy így megpróbálod összefoglalni, hogy most jól értem, hogy azt mondtad nekem, hogy. És akkor jön majd ez a hú, a Feri. Tehát ez a reakció. Ez érdemes ezzel gyakorolni. Jó? Na, megszületett Békés Csaba új gurúja. Nagyon jó. Szuper. Második kérdés. Mikor az elején nem voltam itt. Nem tudom, hogy olyan kérdésre adtál-e választ, hogy a túlvállalásról. Én túl sokat vállalok. Nagyon sok feladatot vállalok, és nem tudok jól priorizálni sajnos ezekben, mert minden fontos. Bárki bármit kér, ugyanolyan fontos, mintha mondjuk nekem lenne az a feladat fontos, és éppen ezért elveszek ezekbe a feladatokba nagyon sokszor, és próbálom ezeket a dolgokat egy picit letenni, de nem tudom, hogy kinek mondjak nemet például. És egyébként nagyon fontos, ez leginkább a családomról szól. Nem a baráti kör, vagy munkatársak nem is ennyire
használják ezt ki, hogy ilyen szépen fogalmazzak, de tudom, hogy ez nekem is már sok. Tehát, hogy de nem tudok neki egyszerűen gátat szabni, mert most kinek mondjak nemet? Olyan érdekes bennem ez a dolog, úgyhogy senkinek sem mondok nemet. És ezért egy kicsit így mindig azt érzem minden nap, hogy teljesen kész vagyok, és teljesen túl vagyok vállalva. De mégis vállalom a következő nap is, és utána is. Hogy ebbe egy picit, hogyha tudnál segíteni, hogy, hogy ezt hogyan oldjam meg. Szuper kérdés. Az első, kezdem a rossz hírrel, hogy ez sajnos nem fog menni két nap alatt. Tehát így ideig, óráig mehet, meg kell is, hogy meglegyen ez. Ugye ez az ütés, vagy ez, amit ez ugye szimbolizál, hogy félreteszed az összes viszonyulásodat, ez pillanatnyilag megoldja. Mert amikor tényleg hallod ezt, akkor nincs ott a túlvállalás, meg az alulvállalás se. Akkor csak a pillanat van. Ezt minél inkább ezt a teret bele tudod vinni az életedbe, hogy se ez, se az, az fog gyógyítani. Csak ez magát egy szokás nem gyógyít egyből. Tehát az ugye a realitás, hogy a szokásaink, a viselkedés mintáink, azok egyszerűen már bekódolódtak az agyunkba. Már úgy működnek a szinapszisok, meg a mindenféle reakció. Ez most már az agykutatás, meg a élettan oldaláról elég jól érthető, hogy hát hogyan alakulnak ki a szokások, és egyszerűen a rendszerünk ilyenné alakul. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vele mit kezdeni, hogy ki vagyunk neki szolgáltatva, csak tudni kell azt, hogy ha 4-5 nap, vagy 2 hónap után, vagy fél év után, egy év után, miután elkezdtél ezzel dolgozni, és megint beleesel abba, akkor azt úgy érdemes venni, hogy jó, hát na, igen, még mindig így működök egy csomó helyzetben, de már jövök ki belőle. Tehát ez az úgymond kevésbé jó hír. A jó hír viszont, hogy a folyamatod elkezdődött már. Tehát az, hogy azt lehet, hogy nehéz elképzelni végig, hogy az, hogy fölteszed a kérdést, ezt a kérdést, meg és ilyen szépen elmondod, hogy látom, hogy túlvállalom magam, ott az első óriási lépés bekövetkezett, hogy látod, hogy túlvállalom magam. Mert nagyon sok mindenki nem látja. És adott esetben akkor látja már meg, amikor már egy kórházi ágyon fekszik mondjuk, és kényszerszünetre kényszerül, mert egyszerűen a test azt mondja már, hogy nem. Általában az ilyen helyzeteknek, amikor a saját szükségletünket teljesen háttérbe szorítjuk, az általában abba szokott végződni, hogy a test valahol ennek ellene mond. Az, hogy hol, az attól függ, hogy a testedben genetikailag egyéb módon mi az, ami a gyenge rész. Tehát ez általában így. Az a feszültség valahova megy, és akkor ott jelenik meg testi tünetként. Ezt nyilván jó lenne elkerülni. Tehát ez egy ilyen dolog. Úgyhogy ebben az esetben, ha változtatni szeretnél, akkor legyen meg egy ilyen meditációs gyakorlat napi szinten. Ez úgymond a muníció. Ez az, amikor leülsz meditálni, elmondasz néhány mantrát, éneket, leborulsz adott esetben 108-szor, ez a napi szinten az, hogy bedugod magad a konnektorba, mint a telefont tölteni. Hogy legyen hozzá energiád. Mert egyébként, ha nincs hozzá energiád, akkor van az, hogy teljesen az áldozatául esel a megszokásaidnak. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát az legyen, nyilván azért is tudsz ilyen kérdést föltenni. De hogy ezt egyrészt kell hozzá egy türelem. Aztán utána, amit ezzel a tudatossággal tudsz csinálni, az az, hogy tényleg gondolati szinten is, tehát kognitíven is, érzelmi szinten is, tehát emocionálisan is, elkezdesz ezzel dolgozni. Tehát amikor bekövetkezik az, hogy már megint lecsúsztam a csúszdán, akkor ülj le és gondold végig, hogy mi történt. Hol kellett volna azt mondani, hogy elég. És kezdj el törődni magaddal. Tehát kezdj el figyelni magadra olyan szempontból is, hogy mondjuk a családi rendszeren belül
te egy ugyanolyan fontos ember vagy, mint a többiek. Nem fontosabb, de nem is kevésbé fontos. Amikor valakiket folytonosan úgymond kiszolgálunk, most értsd jól, tehát csak rájuk figyelünk, akkor az van, hogy mi abban a rendszerben saját magunkat sokkal hátrébb soroljuk, vagy semminek is vesszük. És ez rövid távon jónak tűnik, mert meg tud élni vele azt, hogy mindenkinek segítettem, csak hosszú távon nem jó stratégia, mert el fognak veszíteni téged, így vagy úgy. És akkor az meg nem volt bölcs dolog. Tehát már csak elemi érdekből, mert hogy szeretem a családomat, ezért figyelek magamra. Testileg is, lelkileg is. Megadom magamnak a kényeztetést is adott esetben. Megadom magamnak azt az időt, amikor magammal lehetek. És, nagyon fontos, jól tartom magam. Tehát ez egy ilyen mondat, amit érdemes megjegyezni, hogy tartsd jól magad. Szabad jól tartanod magad. És ami számodra úgymond a kényeztetés a jó, azt napi szinten, heti szinten, éves szinten add meg magadnak. Tehát érdemes akár leülni egy papíron, ezt kigondolni, hogy napi szinten mit adok meg magamnak, ami rólam szól. Heti szinten mit? Stb. Stb. Tehát most ez lehet olyan egyszerű is, hogy napi szinten nekem kell az, hogy egyek egy meleget csöndben, és mondjuk fél óráig senki ne zavarjon. Vagy sétáljak egyet. Éves szinten lehet egy ilyen, hogy igen, elmegyek nyaralni, vagy elmegyünk nyaralni, vagy elmegyek egy elvonulásra éves szinten, vagy fél éves szinten. Jó, tehát ezeket a minimumokat, amik rólad szólnak, ezeket érdemes kidolgozni, és akkor ebből mit fogsz tanulni? Azt, hogy tudatosan magadnak is teremtesz időt. És ezekben az időkben egyre jobban rálátsz a korábbi viselkedés mintádra. És akkor természetesen kialakulnak a határaid. Mert most azok eléggé nincsenek, vagy nagyon közel vannak. És akkor még egy olyan dolgot lehet csinálni, hogyha elképzeled ezeket a dolgokat, amiket kell csinálnod, akkor vannak ezek a dimenziók, hogy vannak a fontos dolgok, vannak a sürgős dolgok, és akkor ezeknek a keverékei. Tehát, hogy van, ami fontos és sürgős, van, ami sürgős és nem fontos, és akkor van, ami egyik se. Se nem sürgős, se nem fontos. És akkor ebbe az lehet a probléma, hogy ugye az evidens, hogy ami fontos és sürgős, azt bevállalom, megcsinálom. A következő szinten az a nehéz, hogy most akkor, ami sürgős, de nem fontos, vagy fontos, de nem sürgős, azokból mit szelektálok ki? És akkor ezt nem mindig látjuk, hogy például, hogy valami csak sürgős, de nem fontos. És akkor például azt ki lehet szelektálni, hogy oké, ezt most nagyon kérik és sürgős, de valójában az egész életemet tekintve, meg a család életét tekintve, ez most nem olyan fontos. Úgyhogy erre azt mondom, hogy na, ezt a kategóriát szépen félrerakom. És akkor csinálom azt, ami, ha még van rá erőm, ami fontos, de nem feltétlenül sürgős. És akkor így is egy picit tudod gondolkodás szintjén is a dolgokat szelektálni. Nagyon szívesen. Azt szeretném megkérdezni, a túlgondolkodásról szeretném, hogy én nálam az a probléma, hogy én egyfolytában pörgetem az agyam, gondolkodok hajnalban, nem tudok aludni, és hogy nagyon ritkán tudok a jelenben lenni, tehát a jelen pillanatban. Egy darabig sikerül, de aztán már elmennek a gondolataim, hogy ebben mit tudnék egyébként úgy csinálni, hogy ez ne így legyen. Jó, jó. Testhez kapcsolatos gyakorlatokat érdemes csinálni. A zenben kettő ilyen van, amiben hangsúlyos a test. Valójában mind a három ilyen, az ülés is. De az ülés ugye mozdulatlan gyakorlat. Ami maximálisan dolgozik a testtel, az a leborulás. Tehát
amennyi csak belefér. Ez egy olyan dolog, hogy így visszahoz a testbe. És ez bármi ellen nagyon jó, úgymond ellen. Harag ellen, lustaság ellen, túlgondolkodás ellen. Túlgondolkodás az az, hogy itt van fönn az energia, és csak pörög az agy. Ez ahogyan meg is fogalmaztad, te is érzed, hogy ez nagyon sokszor nem produktív. Tehát csak megy a zaj, kigondolod az összes lehetőséget, hogy hogy mehet tönkre az életed, meg ostorozod magad, meg stb. Egy csomó fikcióval, ami valójában nincs is. Úgyhogy ilyenkor ezen a legjobb az, hogy na, akkor csinálom. Másik zen gyakorlat az éneklés. Tehát például megtanulsz egy-két ilyen bonyolultabb mantrát, és akkor ha van olyan hely, ahol ezt megteheted, hogy nem zavar másokat, lehet hangosan énekelni egy mantrát. Hogy mondjuk végig elkezdett hangosan mondani, hogy namorada nadarajaja namakarja barogi jösszé baraja szaba namorada nadarajaja. Ez csak egy példa. Nagyon sok ilyen mantra van. És akkor megint az van, hogy a testtel dolgozol, a hanggal dolgozol, az érzelmeiddel dolgozol, és nem innen. Megint csak az van, hogy lejön az energia. Ezek, és egyébként sok sport, sok séta kinn a természetbe, a digitális eszközöket nagyon korlátozottan használd. Tehát, ha munkádhoz kell, meg amihez az életedbe kell, tök jó, azt használd is, de amikor a szabad időd van, akkor használj olyat, amiben ez nincs benne, ez a sok digitális eszköz, meg tévé, meg stb. Miért? Az is nagyon szétviszi a tudatot. És nagyon szétszórtá tesz, és nagyon ide visz be. Vizuális élmény, olvasott élmény. Tehát tér vissza valami olyan cselekvésekbe, ezért mondtam a sportot, meg ezért mondtam a természetet, ami kivisz innen. Mert ott jó lenni, ott úgy bele tudunk a környezetbe simulni. A sport meg ugye szublimál egy csomó olyan energiát, ami egyébként fölmegy ide, és szintén pörgeti a belsődet. Nekem az élethelyzetem olyan, hogy tehát kevés a szabad időm egyébként, tehát sportolni sportolok, tehát egy héten háromszor járok, csak maga az élethelyzetem nehéz, tehát hogy gyakorlás szintén is kicsit nehezebben tudom megoldani a gyakorlást. Igen, hát az egyik az, hogy nem kell sok, de az rendszeresen legyen. Tehát az biztos, hogy reggel, este akár egy 10 perces mantrázást biztos, hogy be tudsz tenni. Adott esetben mondjuk egy 108 leborulást megcsinálni, az a nagyjából 15-12 perc, attól függ, hogy milyen testi állapotban vagy, meg még mondasz 10 percnyi mantrát, ez akkor úgy mondjuk adott esetben fél óra alatt van. Ezt be lehet suvackolni az embernek a napjába. Kicsit föl kell korábban kelni például. Egyébként meg lehet kreatívan használni az idődet. Tehát, hogyha mondjuk sok a munkád, akkor is mondjuk a munka közben, amikor van éppen 10 perc, akkor azt használd valami ilyenre, mondjuk egy mantrázásra. De azt viszont lehet belül is. Tehát, hogy elvonulsz mondjuk a munkahelyeden, vagy bárhol, nem tudom pontosan milyen az élethelyzeted, keresel arra a módot, hogy csöndbe leülsz, és akkor mantrázol adott esetben egy 10 percet. Aztán mész vissza dolgozni. Vagy kimész egy rövid sétára, és közbe mantrázol. Nem minden munkahely engedi ezt meg. De valahol így, hogy becsempészgeted ezt a napodba, hogy az agyat pörgése erről a sínről, amin megy, lejöjjön egy picit. És aztán lehet visszamenni a sínre. Akkor így kicsit növeled a szabadságodat darabonként. És amit még lehet ilyenkor, hogy a szívszutrát, amit fogunk ma is énekelni, ez meg azért jó napjába egyszer akár felvétellel elénekelni magyarul, akár ha tudod, akkor már, hogy magadba is, mondjuk akár lefekvés előtt, mert abban meg minden információ benne van, annak a tekintetében, hogy ami fölmerül a tudatodban, azzal ne azonosulj.
Tehát ott egy csomó minden meg van említve, hogy mivel nem kell azonosulni, és ez megint segít abban, hogy ne tapadj annyira hozzá a gondolkodásodhoz. És akkor így valahogy egy picit belevívva a gyakorlást, meg a testi gyakorlást a mindennapodba, az tud ebben segíteni. Nagyon szívesen. Hát akkor megköszönöm szépen mindenkinek a jó kis kérdéseket. Így most a gyakorlatra való rávezetésnek ennyi talán elég is volt. És akkor elkezdjük a gyakorlás érdemi részét, ami most már a beszélgetésen túl ténylegesen, testileg, lelkileg és tudatilag is segíteni fog szerintem mindannyiunknak abban, hogy tudatosabban éljük az életünket. És akkor csináljuk együtt ezt magunkért és másokért, hogy tudjunk segíteni magunk felé és mások felé is az életünkbe. Köszönöm szépen a figyelmet!